állandó véradók most is aktívak, de ebben az időszakban könnyen előfordulhat a járványhelyzet nélkül is, hogy lebetegszenek. Így a Magyar Vöröskereszt nagyon várja azokat, akik kedvet kaptak és egészségesnek érzik magukat, hiszen friss vérkészítményre mindig szükség van. Jelen pillanatban tehát nem kaptam arról hírt, hogy olyan fajta hiány alakult volna ki, ami a vérellátást vagy műtétek elmaradásához vezetne. Mi folyamatosan szervezzük a véradásainkat. Most nem volt olyan megállás, mint az első hullám idején, amikor volt egy-másfél-két hét, amikor bezárt minden, és ez a hirtelen bezárás az azt eredményezte, hogy a véradó helyszíneink sem álltak rendelkezésre. Vannak munkahelyek, akik be tudnak bennünket engedni, tehát ahol a belső szabályzat lehetővé teszi, hogy a véradás biztonságos keretek között ugyanúgy meg tudjuk tartani, mint pandémiás időszakon kívül. A települési véradásaink, a kiszállásos véradások azonban működnek, illetve telefonos behívással támogatjuk meg az intézeti véradást is. Mi ugyanúgy fölhívjuk a donorokat, megkeressük őket, megszólítjuk őket, hogy jöjjenek a véradásra, hogy most ebben a nehéz időszakban sem feledkezzenek el róla. Így azt gondolom, hogy a donortoborzó munkának köszönhetően most még jelen pillanatban a megfelelő mennyiségű vér rendelkezésre áll. Tavasszal a határokon, illetve a vírus által leginkább sújtott területeken segítették a szervezet munkatársai a védekezést, adminisztratív feladatok elvégzésével és testhőmérsékletméréssel. Melléjük csatlakozott egy kisebb létszámú önkéntes csapat. A második hullám idején szintén segít a Vöröskereszt, amiben tud, és az önkénteseknek is tudnak feladatot adni. Ebben a második hullámban megváltozott a feladatunk. November 2-a óta napi szinten az Országos Mentőszolgálat megyei szervezeténél a mentőállomáson teljesítünk diszpécser szolgálatot. Ez azt jelenti, hogy a szombati nap kivételével minden nap 3-4 önkéntes, és itt most elsősorban önkéntesek azok, akik ellátják ezt a feladatot, a koronavírus tesztre várókat értesítjük ki, ez most a legfontosabb, amit segítünk a mentőszolgálatnál, illetve egy másik feladatot látunk el időszakosan, ezek adminisztratív feladatokat, adatrögzítést és szintén napközbeni diszpécser szolgálatot jelentenek. A Véred messzire juthat című véradó kampánnyal a fiatal korosztályt, akár első véradókat szólítják meg, hiszen az online oktatás miatt nehezen tudják most őket elérni. Az akció teljes mértékben online kommunikációt és a véradás fontosságára való figyelemfelhívást, valamint egy nyereményjátékot foglal magában. A további részletek a vöröskereszt.hu oldalon olvashatók.